Aki figyelemmel kíséri a csatorna történéseit, az tudja, hogy minden hétvégén jelentkezünk filmekkel, és hát az utolsó hétvége az kimaradt, nos nem a lustaságunk miatt maradt ki, hanem egy kis baleset történt, ugyanis a gyönyörű új külső mikrofon, íme itt, ami rajtam lóg éppen, az, tehát abból kifogyott az elem, és éppen ezért hang nélküli volt a felvétel, úgyhogy most majd ezt utószinkronizálnom kell, és akkor most fog következni a múlt heti film. Nos hát, mivel már teljes mértékben nem emlékszem arra, amit mondtam, ezért kicsit olyan lesz a film, gondolom, mint a 80-as évek horrorfilmjei, ilyen alámondogatós. Volt persze másfajta film is ilyen alámondogatós a 80-as években, mindegy, most a 18-as karikát nem teszem ki a videóra, úgyhogy maradjon a horrorfilmes hasonlat. Hát reméljük, ez azért nem lesz horror. Megpróbálom összeszedni magam, és talán akkor egészen jól fog sikerülni a dolog. Üdvözlöm a kedves nézőket ezen a gyönyörű verőfényes napon. Jelenleg most megszakad egy kicsit a Börzsönyről szóló sorozatunk, és hát ahogy gondolom, hogy a háttérben is látszik, most máshol vagyunk. Egész pontosan Gajatetőn, a Mátrában. A mai túránk az elsősorban a kilátópontokról fog szólni, és mivel ilyen gyönyörű az idő, szerintem ez nem is lesz egy sikertelen túra, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Egyébként azért döntöttünk így, mert tavaszhoz képest, hiszen még április vége van, de tavaszhoz képest igen meleg van, lent a síkon már a 30-asok topzódnak, mármint hogy fokban. Itt viszont még azért elviselhető a hőmérséklet, éppen jó túrázáshoz. Ami pedig a kamerának a képén látszik, ezek a homályos foltok, ez sajnos most így marad, amíg új kamerát nem tudok vásárolni, ugyanis az objektív egy kicsit megvan, kicsit rendesen szarrá van karcolva az a helyzet, és hát ezért sajnos ez egyre inkább csak romlani fog. A kirándulás első célpontja már tulajdonképpen a parkolóból látszik, úgyhogy nem lesz egy borzasztóan megerőltető túra odáig eljutni. Nos, azonban mégis meg kell mászni a Gajatetőn található Péter hegyesét ahhoz, hogy eljussunk a rajta levő kilátóba. A kilátót egyébként a nagyszállóval együtt építették a 30-as években, és az eredeti architektúrája is ahhoz hasonlít, ugyanis ebből a szürke bazalt, hát lehet, hogy nem is bazalt, hanem inkább tufából készült. Most egész pontosan nem tudom, hogy hogy van a belépés a kilátóba. Lehetséges, hogy fizetni kell érte, hát meglátjuk, hogy pontosan hogy lesz. Most ami viszont már innen látszik, az az, hogy a kilátót 2000, ha jól emlékszem, 15-ben megmagasították, tehát ez a régi termésköves alsó része és a felső, ilyen vakolt és modernebbül kinéző felső része, valamint hát a körül tekergő lépcsősorok, azok 2015-ben készültek el. Ugyanis a régi kilátó szint az már nem ért túl a lombkorona szinten, viszont most így megint teljes a körpanoráma a tetejéről. De még mielőtt fölmennénk a kilátóba, először keressük meg a mellette levő geoládát, ugyanis amúgy is most a kilátó mellett olyan sokan vannak, mint az oroszok, úgyhogy jobb is, hogyha egy kicsit később indulunk neki. És itt rögtön a kilátótól északra, többet nem nagyon segítek, már meg is lett a geoláda. A megtalálásához nem kell különösebb segítség és tehetség sem. Nagyon egyszerű rátalálni, és a láda rendben van, füzet is van benne, toll is van benne, kincsek is vannak, úgyhogy ez is kipipálva. Egyébként pedig már azért is érdemes geoládázni, mert akkor kicsit letérünk a megszokott utakról, és például tapasztalhatjuk, hogy az erdő aljnövényzete ilyen gyönyörű virágokkal van teli.
Na most a kilátóban úgy nézem, hogy fizetős a belépő, ráadásul ilyen becsületkasszás, pénzbedobós és 200 forintossal működik. Nos hát, mivel ilyet nem hoztunk magunkkal, ezért most az előző alkalomhoz hasonlóan belógás következik. Szerencsére erre azért van némi hely, nem árt hozzá egy kis fogyókúra, de még én is beférek, úgyhogy ezzel semmi gond nincs. Na most először a kilátóban 2015-ben voltunk, amikor még nem volt átadva, és hát akkor is végül is fellógtunk, úgyhogy úgy látszik, hogy ez már egy ilyen hagyományt fog teremteni a mi családunkba, ennek a kilátónak a megtekintése, hogy mindig belógunk. Nem szeretem egyébként ezt csinálni, de hát így alakult. Nos hát természetesen a kilátás az mindenképpen megérné még a 200 forintot is, tényleg teljes a körpanoráma, és akkor kezdjük innen. Hát először is ott van az adótorony, itt nem messze, ez itt gajatető alattunk, itt terül el tulajdonképpen, csak a fáktól nem látszik. Ott van a nagy szálló nem messze, és hát a parkolóig is tulajdonképpen lelátunk innen is, hogyha lentről látszott, ez ugye logikus. A távolban a kékestető és a lefutó mátra bérc gerinc látható. Ugye a másik irányban is folytatódik a mátra bérc, ott az talán már a muzslás rész egészen a legeslegnyugatibb darabja. Nos hát, itt ugye már egy kicsit túlnőtt a növényzet. És ha tovább jutunk is jól látszik, ugye azt a púpot céloztuk ott meg nem messze. Azon van a Gajavár elnevezésű várrom. És talán ott a messzeségben még látszik is a Vöröskő kilátón levő másik, a Vöröskő hegyen levő másik kilátó is. Természetesen a másik irányba is tökéletes a kilátás. Alattunk ugye a Karancsmedves is talán még látszik ott a távolban, illetve hát már a Felvidék hegyei is talán bekéklenek egy egész picit a messzeségben. Most kicsit közelebb jövök innen, jobban megmutatom. Nos hát alattunk Mátraalmás község fekszik, ahonnan egy igen hardcore emelkedő vezet föl a Mátra gerincre, ez ilyen hírhetten, még a térkép is így jelzi, hírhetten meredek. És hát valahol ott van a Gajavár, ami a túránknak a legmesszebbi úti célja, hogy így fogalmazzak. De hát látszik, hogy légvonalban ez egyáltalán nincs messze. Igazából csak néhány száz méter. Viszont azért lesz benne szint bőven. Egészen a messzeségben, ami úgy kéklően belátszik, hát igazából itt nem is látszik már nagyon hegységnek, csak így a távoli dombságnak, az nem más, mint a Bükk. Nos, egyéb iránt pedig a Mátrába igyekvőknek van egy jó hírem, főleg aki Budapest irányából érkezik, a 21-es utat azt tulajdonképpen már befejezték, úgyhogy akadály már nincs rajta, kétszer két sáv, és a mátrai főutat is nagyjából azért már gatyába rázták. Most már elindultunk lefelé, a következő úti célunk felé, ez itt nem más, mint a gajatetői sípája, és hát tulajdonképpen ezen rövidítünk most egy picit. Igen, tudjuk, hogy a rövidítéseim azok eléggé merészek szoktak lenni, hát most ez nem annyira az, hogyha sível is teljesíthető, akkor gyalogszerrel egészen biztos. És a következő úti célunk egy fekete tónak nevezett víz, ami valahol ott lombok mögött található.